Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Hát ez egy nagyon gyors videó lesz. Jó reggelt kívánok, 9 óra 6 perc van. Pár perccel ezelőtt ébredtem amúgy én is föl, mert úgy döntöttem, hogy felkelek és egy gyors vlogot lenyomok nektek így reggelre. Csak a like legyen velünk, a dislike-ot pedig imádjuk. Na, hát a mai nap folyamán igazából semmi érdekenség nincs, csak tegnap megnéztem a zenét hallgattam, meg megnéztem a Herbie-nek a videóit, most ott van nála Kopasz meg Balázs. Azokat a videókat néztem meg, amiket előbb készített, mielőtt odaérkezett volna a Kopasz hozzá meg a Balázs, Taxis Balázs. Azokat néztem végig, meg ugye erdőtúráztak, meg egyebek, meg zenét hallgattam, meg X-Faktornak az egyik szereplőjét, Russo TV-t hallgattam meg a YouTube-on. Gyerekek, az a srác iszonyú tehetséges. Tehát nem is értem, hogy egyáltalán mit akar a többi. És jól mondta Gáspár Laci, nála senki nem tud jobban énekelni. Tehát ez a srác kiállt a faluban az emberek elé, és torka szakadtából kiénekelte azt, ami a szívében van. Tehetséges a srác. Mondjuk az X-Faktort a tévében nem nézem, de a neten visszanézegetem ezeket a dolgokat. Manuelról igazából nem tudok semmit mondani. Van egy dala, egy-két dala, ami nagyon jó lett és tetszik is, de mint embert, mint gyereket nem ítélhetem el, hogy mit csinált a múltban, mert semmi közöm hozzá. Az ő élete, az ő hibája, túltette magát rajta, megtörtént. Mindenkinek vannak hibái az életben. És hogyha ő most ezeket elmondja, felvállalja, azzal nincs semmi probléma. Nem azért jutott be szerintem, mert ő most elkezdte mondani a családi történetét meg, hogy mi volt a múltban, hanem azért, mert van valami tehetség benne. Nem azt kell nézni, hogy ő most gyerekkorában mit élt át, vagy miket csinált, mit nem csinált, nem? Tehát azzal kell foglalkozni, hogy van valami, amit tud. Iszonyú jól szöveget ír, jól adja elő. Hát ilyen érdekesen furcsa hangja van, amikor kicsit énekelget, de nem énekes, hanem inkább rap előadónak mondanánk. Nem is mondanám rappernek, inkább előadónak. Tehát inkább a fiatal korosztályhoz tud eljutni jobban. Bája lesz meg nagyon jó, ki tudja használni ezt a dolgot, hogy ezeket a tehetséges gyerekeket felkarolja és segít nekik. Ebben jó. De mind a USNK is. Csak addig tart a sikerük, ameddig a Bialex futtatja őket, mert a USNK is eltűnt, mint szürke szamára ködben. A USNK két srác is iszonyú tehetséges. Hol vannak? Nem hallunk róluk dalokat, semmit. Nemrégebben volt valami interjújuk, hogy valamelyik őknek pszichiáterhez kellett menni, meg pszichológushoz, meg mit tudom én, hova lettek? De most erre kíváncsi vagyok, hogy meddig tart Manuelnek ez a nagy sikere. Mert igazából eddig, akik az X-Faktorban szerepeltek, és akinek ugye ott jelent meg dala, csak addig tartott a siker, ameddig ment az X-Faktor. Utána meg semmi, mert elmúlt. Minden csoda három napig tart. Nem már, hát tényleg csak addig leszel valami felkapott, ameddig megy a show, és ameddig úgy érzi a Bialex, hogy segíteni kell. Utána már le vannak szarva a többiek, vagy hogy? Nem is értem. Mert sokat gondolkodtam ezzel, hogy ez miért van, de mint a USN-ként is elmondtam már, meg nagyon sok olyan előadó volt, vagyis hát X-Faktor szereplő volt, akik dalokat adtak ki, úgyhogy Bialex által, és azért ez furcsa. Ott van például Anti bácsi, akinek a mentoráltja Gáspár Laci volt. Az öreg elmondta, hogy ő nem tud gitározni, nem tud énekelni, de nagyon szeret. És iszonyú jó lett a dala, ami fent van. Érdemes meghallgatni Anti bácsi dalát. Nagyon mély tartalom, nagyon mély mondani való, és nagyon át tudod élni. Igaz, hogy ő már olyan 70 év körül van, és akkor mi van? Jó, ő nem jutott tovább. Semmi probléma, ő elfogadta, ő tudta jól, ő nem is azért ment be, hogy ő most mindenképp tovább jusson, hanem azért, hogy ment legyen. Ja, meg most néztem ezeket a tesóvokat, vagy kik ezek, tehát ők parodizálni próbálták az X-Faktort, tehát annyira gyenge a parodiájuk, hogy borzalmas, tehát ebből akarnak nézettséget, hogy egy X-Faktort, ami több millióan néznek, parodizálni próbálják ez a tesóvok, vagy kik ez a három testvér, az apuka is ott van, meg az anyuka is. Nem őket kritizálom, mint embereket, hanem azt, amit csinálnak. Tehát ez a paródiázás, ez vicc. Tehát
olyan erőltetett, olyan átlátszó, olyan gyenge, tehát semmi értelme ennek a paródiának, amit csinálnak. Mit akarnak ezzel elérni? Tehát ettől nem lesznek milliárdosok. A gyerekek, ez a próbálkozzunk meg paródiát csinálni mindenből, ez borzalmas. Na meg a Radics Peti. Hát Radics Petiről igazából semmit nem tudok mondani, mert nem nézem a videóit. Paródiáit egy-kettőt láttam, mondjuk úgy, hogy láttam, bele-bele nézegettem. Nekem nem a kedvenceim közé sorolható Radics Peti munkássága, nem is érdekel, tehát nem mondok rá rosszat. Radics Peti az Radics Peti, aki szereti, szereti, aki akarja, az nézi, aki nem, az nem. Én úgy gondolom, hogy én nem nézem őt, úgyhogy Radics Petiről ennyit tudok elmondani, mert volt valaki, aki kérdezte, hogy mi a véleményem erről. Azt gondolom, hogy nekem nem tetszik az, amit ő csinál, ennyi. Amit ő csinál, tehát csinálja. Nem azt mondtam, hogy a Radics Peti nem tetszik, még mielőtt itt valaki félreérteni. Na, most így gyorsan ledaráltam mindent egyszerre, te jó éket, ilyen gyorsan még sose daráltam le semmit, mint a néni a... Micsodát? A diót. És akkor, kis unoká, diós tésztát kérsz? Igen, mama, lekvár van? Van, unokám, van. Mindjárt megyek. Nem? Tehát így... De mi van? De mi lekvár? Diós tészta, vagy diós lekváros tészta, tehát egy... Jaj, meg a boltban, amik vannak, könyörgöm, tehát egy idős korosztály. Nem ám kipakolna normálisan két kézzel, mert azért mégiscsak gyorsabb, oda teszem a kosarat a pult széléhez, hogy azért mégiscsak ott jó, így lerakom a pult széléhez, és gyorsan kipakolok. Meg már addigra előkészítem a pénzt, míg pakolok. Vagy mielőtt elkészítem a pénzt, mielőtt tudom, hogy megyek a pulthoz, hogy jaj, most akkor megyek, és akkor kifizetem. Nem. Még ott elkezdi számolgatni. Még kijönti az aprót oda az asztalra, és akkor na, aranyoskám, megvan. Ó, ez a bankkártya jó. Jaj, nem is bankkártyával jöttem, hanem készpénzzel fizetek. Könyörgöm, hát én előveszem előbb a pénzt, de ő nem ér rá, és akkor hát elkezdi keresgélni, ja, hát nincs is annyi nála, meg ilyet, tehát meg feltartja, meg beszélget, meg elkezdi mondani, hogy az unokák mi? Menjél már haza, tudd már haza a biciklidet. Egyszer volt egy ilyen, amikor az egyik boltba elmentem, ez nem mostani régebbi, álltam a sorban, nem is tudom, már valamit vettem, azt hiszem üdítőt, meg egy-két dolgot, és mögöttem megszólalt egy idősebb hölgy, hogy ő siet, mert megy a busszal haza, siet, mert hogy lekési a buszt, és hogy szeretné, hogyha előreengedném. Jó, mondom, tessék, előreengedtem, megint előreengedték, megint, míg ki nem jutott, kijutott, én is nagy nehezen kijutottam egy pár perc múlva, és mondom, gyorsan bepakoltam a táskába, és akkor mondom, most erre kíváncsi vagyok, hogy ki ez a nőci, aki annyira sietett. És képzeljétek el, hogy a kosarat toltam ki, visszatoltam a kosarat a helyére, bevásárló kocsit, mondjuk azt kosarat. Milyen kosár? A kosarat nem tudja, bevásárló kosár kocsi. Na, visszatoltam a helyére, és azt látom, hogy ez a néni, aki annyira szeretett volna sietni a buszra, az biciklivel jött, és hát száguldozik szépen a nagyállomás fele, mert hogy jön az unokája. Kiderült, hogy az unoka jön, mert ott valakinek mondta, hogy hát nagyon siet, mert jön az unokája. Tehát akkor miért azt mondja nekem, hogy ő azért siet, mert hogy megy a busza. Mert hogy a busszal siet haza. Tehát fölpattant a biciklire, egy 20 éves, fölugrott, pedig volt vagy 80 fölött, felugrott a biciklire, és száguldozott végig az utcán. Tehát hogy meglepődtem rajta, hogy milyen gyorsan tud tekerni valaki. Tehát hogy ez felfoghatatlan volt. Na mindegy, tehát ezt sem értem. Meg az, hogy nincs ideje elővenni azt a pénzt, amennyibe tudja, hogy fog kerülni. Tehát ezek jól tudják, hogy mi mennyibe kerül. Meg az, hogy ott megállnak a bolt közepén, egy sorban, és elkezdenek beszélgetni. És te el akarsz ott menni, nem tudsz elmenni, mert miért nem tudsz elmenni? Mert ott áll. Tehát könyörgöm, minek állsz ott? Minek állsz ott? Tehát mi van vele? Miért odaállsz? Meg ott hagyják a kosarat. Tehát köszi, rendes vagy. Én meg arrébb lököm, leburul valami, én vagyok a hibás. Na, hol a kóla? Hol a kóla? Adj egy kis kólát. Das ist kóla! Ugye? Na, Bartos Möster meg egyre több videót rak föl, meg hosszabb tartalmakat. Ez a Bartosnak a Zádám producere, ez meg csak fölkapaszkodik a Mösterem, úgyhogy, ja, sok minden van. Nem akarok én senkiről rosszat mondani igazából. Én tudom, hogy nagyon sokan arra kíváncsiak, hogy kiről mi a véleményem. Van fönt róla a videó, hogy
hogy mi ott van a TikTokos, a TikTokerekről mi a véleményem, ott van a YouTuberekről mi a véleményem, ott van a vlog utcán oficiál csatornán is egy csomó olyan videó, amiben elmondtam a véleményemet. Én nem szeretnék ilyen dolgokat, mert nem akarok, mert nem érdekel. Na, én azt gondolom, hogy ennyi is lett volna ez a röpke kis gyors kis vidinyó. Hát kicsit sötét van, úgyhogy ezért elnézést kérek, nem tudom, hogy miért, de a Facebookos bögre legyen veletek. És szép jó reggelt kívánok nektek! Örömöt, bánatot nem szeret, örömöt szeretnék, bánatot nem. És csak azt tudom kívánni nektek, hogy mindenképp érjétek el az álmaitokat, céljaitokat, legyetek nagyon szerencsések. És hát igen, a boldogság a hosszú élet titka. Most majdnem azt mondtam, hogy a hosszú élet ritka, de lehetett volna ezt is mondani. Új másik fülhallgató, mert a ami volt nálam az a kisebbik fülhallgató, a múlt nap, mikor szombat este levettem a fülhallgatót, és letört a fülrésze ez a fele. Nem ez, mert ez jó, csak ez olyan furcsán szól, majd kell vennem egy újat, meg majd kell vennem egy telefontokot, hogy nehogy összetörjön a telefon. Nem? Tehát inkább vegyél egy telefontokot, meg egy fülhallgatót, mert ja, egy egeret kéne venni, érted? Mármint nem olyan egeret, hanem ilyet, nézd, ilyen picikét. Ez amúgy 1000 forint volt akkor. Na jó van, nem akarom itt szaporítani a szót, mert még a végén gyerek lesz belőle. Na, köszönöm a figyelmet. A leírásban megtaláljátok az Instagram oldalamat, ott be tudtok követni. És a csatornára örülök, hogy feliratkoznak nagyon sokan. Köszönöm szépen, hogy már 1000 fölött vagyunk. Puszi, jöjjön és pacsi péket!